A mai témánk a digitális témahét egy új megközelítésben, mégpedig a jelenleg kialakult távtanítás környezetében a járványhelyzet miatt kialakuló tulajdonképpen online digitális témahét, vagy jobban mondva digitális témahetek vonatkozásában. Hogyha megnézzük a tanév rendjét, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen március 23 és 27 között terveztük a digitális témahetet, nem csak mi, hanem a projektgazda Emmi is, de hát az élet globálisan közbeszólt, és tulajdonképpen már korábban elkezdődött a digitális témahét, és sokkal tovább is fog tartani. A digitális témahét már 5. éve kerül megrendezésre, és a cél az, hogy a digitális kompetenciája a tanulóknak minél jobban fejlődjön, de természetesen ennek velejárója az is, hogy a pedagógusok digitális kompetenciája is fejlődik ilyenkor. Ugye régebben az volt mindig az egyik vágyunk, hogy tulajdonképpen ne legyen szükség digitális témahétre, mert a digitális technológia mindvégig legyen jelen az oktatásban, de nem pont ezt gondoltuk akkor, amikor erre gondoltunk, nem pont erre a helyzetre gondoltunk, ami most jelenleg kialakult. Azt is gondoljuk, hogy a digitális technológia megjelenése az oktatásban önmagában még nem biztos, hogy magával hordozza azt, hogy a gyerekek digitális kompetenciája fejlődni fog. Attól, hogy használunk eszközöket, attól még nem biztos, hogy ez megtörténik. Erről egy kicsit fogok majd még beszélni. Kinek szánja ezt a projektgazda? Hát természetesen elsősorban iskoláknak, de az utóbbi évek tapasztalata az, hogy számos óvoda is részt vesz a digitális témahéten, nem is akárhogy. Több éve van már az, hogy a külhoni magyar iskolák is csatlakozni szoktak. Most ebben az évben az a különleges helyzet van, hogy náluk sincs hagyományos oktatás, tehát talán számukra is könnyebb a projektmódszert most kipróbálni. Ahogyan látszik a dián is, a pályázatot és magát így a digitális témahetet meghosszabbítottuk. Nem gondoltunk arra egy percig sem, hogy ezt a digitális témahetet el kellene halasztani. Most van itt leginkább az ideje, most van erre leginkább szüksége mindenkinek, és azt gondoljuk a munkatársaimmal együtt, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy segítsünk ebben a kollégáknak, és azt is gondoljuk, hogy ha összefogunk mindannyian, akkor ez sikerülni is fog. Pályázati lehetőség is van, viszont adminisztráció az nincs. Azt hiszem, ez nem olyan rossz hír. A pályázatokon iskolák, pedagógusok indulhatnak, és elég sok nyeremény várható, ezek részben már fent vannak a digitális témahét.hu-n, de még mindig lesznek külön díjak a következő hetekben is. Szakmai támogatást nyújtunk, mi nyújtunk, ez is például az, ami most történik, és hogy érdemes-e belevágni? Nagyon. És a távtanítás különösen helyzetet teremt erre, hiszen a gyerekek nincsenek hagyományos tanórai környezetben, nagyon nehéz aktívan és motiváltan tartani a gyerekeket érthető okokból, ezért a színesebb, rugalmasabb módszerek és a sokféleség az nagyon jót tesz most mindenkinek, és a projektek pontosan ilyenek, úgy, hogy közben minden pedagógiai célunkat tudjuk teljesíteni, és nagyszerűen tudjuk a készségeket fejleszteni.
Ha a digitális írástudásra gondolunk, tehát arra, hogy tulajdonképpen miért is csináljuk, miért is fejlesztjük ezeket a területeket, akkor általában előjön az, hogy ó, hát ezek a gyerekek az anyatejjel szívták magukba a digitális világot, igazi kis géniuszok, nagyon ügyesen bánnak az eszközökkel, nagyon kiválóan tudnak mindent. Sok tanár azt mondja, hogy hát igazából még neki kell tanulni a gyerekektől, nem fordítva. És hát az az igazság, hogy ez egy nagyon régóta, nagyon jól gyökerezett módon magát tartó tévhit. Ez nem így van. A gyerekek valóban bátran nyúlnak ezekhez az eszközökhöz, de igazából a digitális írástudás ennél mélyebb, a digitális kompetencia az, ami leírja azt, hogy tulajdonképpen mire volna szükség ma a digitális világban. Na most, hogyha megnézzük itt a dián ezt az öt kategóriát, itt nagyon sűrítve 22 terület van kiemelve, vagy beemelve, és ez az öt terület az, amelyre osztjuk a digitális kompetencia területeit. A digitális kompetenciát egyébként így egyes számba szoktuk használni, és az, ami itt látszik, ez a legismertebb, legelfogadottabb modell Európában, ez a DICOMP keretrendszer, annak is a 2.1-es változata, és tulajdonképpen ez az, ami minden állampolgárra vonatkozik, tehát minden állampolgárnak jártasságot kell szereznie ezen területeken, különböző mértékben persze. Itt sok minden van, vannak olyanok, amelyek egyértelműek, nyilvánvaló, hogy mindenkinek jó lenne keresni, tudni az interneten, jó lenne, ha mindenki ismerné a netikettet, a viselkedés szabályait, vagy akár például azt, hogy hogyan kell védenie az eszközeit, de már kevesebben foglalkoznak talán a digitális identitással, vagy azzal, hogy hogyan kell megosztani bizonyos tartalmakat, hogyan kell készíteni, hogyan kell figyelni a szerzőjogokra. És hát van ott egy olyan, ami általában ilyen kedélyborzoló szokott lenni, az pedig a programozás, amire mondhatja valaki azt, hogy hát jó, persze van, akinek ez érdekes, de hát mondjuk én egy irodalomtanár vagyok, miközben nekem ehhez. Hát tulajdonképpen ez is egy olyan, mint az idegen nyelv, valamilyen eszköz arra, hogy a világgal kommunikáljunk, a világot befolyásoljuk, tehát valamilyen szintű programozásba érdemes mindenkinek belekóstolni. Persze az is igaz, hogy a programozás már korántsem olyan szigorú arcú, mint korábban volt. Vannak olyan eszközök, amelyek kifejezetten gyerekeknek, tanároknak valók, és amelyeket jól lehet használni. Könnyen lehet megtanulni, és könnyen lehet használni bármilyen tantárgyban, például mondjuk animációk készítésére, vagy érdekes játékok készítésére. Szóval ettől ne rettenjünk meg. A másik, amit szoktak mondani a pedagógusok, hogy ó, én már idős vagyok ehhez, én már, nekem ez már nagyon érdekes, valóban ez a jövő, meg minden, de ez már nekem, ez már nem az én világom. Hát most látjuk igazán azt, hogy ez most mindenkinek a világa, hiszen most egy olyan heteket élünk, hogy mindenki használja valamilyen szinten, még ha az igaz is, hogy senki sem gondolja, hogy egyik napról a másikra mindenki profi digitális pedagógus lesz. Ez egy szép, szép út, hosszú út, amin érdemes szép lassan végigmenni. Most nagyon sok pedagógus kapott egy nagy kezdőlökést, és ha már megtörtént, akkor próbáljuk meg ebből minél több pozitívumot
kihozni. Tehát a kor az nem akadály tulajdonképpen. Na most a projekt szó az egy gyakran elhangzó kifejezés, és sokan sokfélét értenek alatta. Ahogyan mondtam, mi nagyon úgy ragaszkodunk ahhoz, hogy a digitális technológia úgy jelenjen meg az iskolai és jelen esetben az otthoni tanulásban, hogy projektek formájában, mert úgy érezzük, hogy ez sokkal hatékonyabb, mint hogyha egyszer-kétszer játszunk egy izgalmas Kahoot kvízt a gyerekekkel, vagy mondjuk használunk egy interaktív panelt mondjuk. Tehát sokkal színesebb és pedagógiailag sokkal gazdagabb az, amit egy projekt kínál, és sokkal maradandóbb is a hatása. Tehát ha röviden kellene megfogalmazni, hogy milyen ismérvei vannak a projektnek, akkor mindenképpen elmondható az, hogy ebben a tanulók aktívan dolgoznak, a tanulók valamit létrehoznak, alkotnak, mégpedig közösen az együttműködés az jellemzője a projekteknek. Persze van benne egyéni munka, csoportos, páros, mindenféle megoldás, de van együttműködés a diákok között. A projektet végig kíséri az értékelés, és ennek mindenféle érdekes formái, valamint a projekt végén születik egy publikus termék vagy eredmény, ami nem biztos, hogy kézzelfogható termék, különösen igaz ez most ebben a távoktatási, távtanítási helyzetben. Jellemző a projektekre az, hogy valamilyen autentikus témát dolgoznak fel, tehát olyan érdekes témát, ami nagyon sokszor az apróbetűben jelenik meg. Ez azért fontos, mert a gyerekek számára szükséges az, hogy egy érdekes, egy kihívást jelentő kérdés vagy probléma kerüljön terítékre, és hát sokszor találkozik a tanár is azzal a kérdéssel, hogy ugyanezt miért tanuljuk. Én kémia-fizika szakos vagyok, el tudja mindenki képzelni, hogy hányszor kaptam én ezt a kérdést, és hát mindig szoktam mondani, hogy szegény kovalens kötést mindig megkérdőjelezik az emberek, hogy ugyanazt miért kellett tanulni. Tehát ezért is fontos, hogy úgy mutassuk meg a világot, hogy az érdeklődést keltsen a gyerekekben, mert a kovalens kötés is érdekes, csak úgy kell nézni olyan szemüvegen keresztül. Nagyon jó, hogyha a diákok valahogyan önálló munkát végeznek, kutatnak, felmérnek valamit, vizsgálódnak, és közben ők maguk is dönthetnek arról, hogy mit, hogyan csinálnak, egyfajta tanulói szabadságot élveznek, amit persze jelenleg megkönnyít a távolság is, de ne felejtsük el azt, hogy ebben a helyzetben egy nagy esély van arra, hogy megtanítsuk a gyerekeket a hatékonyabb önálló tanulásra, az időbeosztásra, a másokkal való együttműködésre, az, hogy határidőket kell betartani, az, hogy vállalt feladatokkal kell foglalkozni, ez már-már olyan, mint maga az élet. Ilyenkor persze feltevődik a kérdés, hogy emellett még van-e esélyünk arra, hogy azokat a tudás elemeket, amelyeket célul tűztünk ki, azokat megtanítsuk, és van-e mód arra, hogy ténylegesen a készségek fejlődjenek a gyermekekben. Úgy gondoljuk, hogy van erre esély, és a projekt erre minden lehetőséget biztosít. Nézzük meg, hogy hogyan érdemes tervezni, amikor nekilátunk projekteknek. Természetesen most igyekszem olyan szemszögből nézni a lépéseket, hogy figyelembe vesszük azt, hogy nem hagyományos iskolai keretek között vagyunk, hanem egy ilyen digitális tanrendben. Az első dolog az, hogy ki kell választani azt,
hogy kikkel dolgozunk, ki a csoport, ki az osztály, akivel ezt a tevékenységet mi végezzük. Adódhat, hogy egy osztály az, de lehetnek kisebb-nagyobb csoportok. Fontos, hogy találjunk kollégákat, akik partnerek, akikkel együtt tudunk iskolán belül dolgozni, ugyanis az együttműködéssel nem csak az időkeretek változnak meg, hanem a multidisciplinaritás felé is teszünk lépéseket, hiszen maga a világ is multidisciplináris, és nem válik szét különböző tantárgyak szerinti tudományokká. Ezért a kollégákkal érdemes együttműködni. Igaz, hogy ha egy tanárira gondolunk, akkor ott sokszor nehéz elképzelni, hogy egymással együttműködve dolgozzanak a tanárok, de ebben a helyzetben azt gondolom, hogy mások a körülmények, és más a motiváció is. Most sokkal inkább előtérbe került az együttműködés, úgyhogy erre is van esély, hogy ez kibővüljön. Valószínűleg nem jó, hogyha túl sok tanár dolgozik egy projekten, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy az a jó, hogyha valahogyan ez kézben van tartva, de egy néhány tanár mindenképpen jól együtt tud működni egymással. Ennek nyomán adódik, hogy milyen tantárgyakról lehet szó, és amikor ők kitalálják a témákat, akkor ezt tudják figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy meg kell tervezni a projektet előre, időtervet kell készíteni minél pontosabban. Ugye azt nem látjuk, hogy a járványhelyzet meddig tart, de mondjuk az talán nem nagy bátorság azt mondani, hogy most hetekre lehet tervezni. Aztán nagyon fontos, hogyha megvan a projektnek a célja, megvan a projektnek a témája, hogy találjuk ki, hogy melyek lesznek a tevékenységek, amelyek majd fölépítik az egész projektet, és ezeket a tevékenységeket érdemes jól lebontani, annyira, hogy ezt már le lehessen osztani bárkinek, és olyan módon lehessen specifikálni, hogy az érthető legyen. Utána persze nyomon kell követni valahogy a projektet, és azt gondolom, hogy jelen helyzetben hangsúlyozottan igaz az, hogy erre az elektronikus naptár egy nagyon fontos eszköz. Mindenkinek van valamilyen eszköze, amin ezt tudja követni, tehát a bizonyos életkor fölött a gyerekeknek van telefonja, abban van naptár, de hogyha valamilyen virtuális osztályterem megoldást használunk, abban is van naptár, tehát az mindenképpen egy létező eszköz. Most ha megnézzük itt a képet, akkor itt ezek a post-itek vannak a falon. Hát ez nagyon színes megoldás, de igazából a jelen helyzetben nem nagy segítség, mert ez a fal nehezen látszik mások számára, tehát tulajdonképpen egy digitális, virtuális falon kell ezt tervezni és nyomon követni valójában. Felmerülhet az a kérdés, hogy nekünk nincsen időnk projektre, mert hát meg kell tanítanunk ezt, meg azt, meg amazt. Hát egyrészt ez igaz, másrészt az is igaz, hogy bizonyára másképp kell most tanítani, mint hagyományosan, tehát nem nagyon működik az, ami az iskolában szokott, tehát a sok-sok frontális óra az egyre kevésbé lesz hatékony. Eddig sem volt az, de most sokkal jobban fog látszódni. A gyerekek nincsenek egy terembe zárva, tehát a tanár tulajdonképpen
bármikor ki is kapcsolható, ha úgy nézzük. Tehát a gyerekeknek a motivációja nagyon fontos dolog. Ráadásul egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a családok nappaliában is jelen van az iskola, a tanár, az órák, tehát tulajdonképpen nem csak gyerekekkel, hanem tanárokkal dolgozunk együtt. Tehát érdemes eldönteni, hogy bizonyos témaköröket, vagy egy bizonyos témakört projektmódszerrel tanítunk meg, hiszen nagyon sok mindent tanul meg az ember úgy, hogy nincs ott a tanár mindenféle digitális forrásból, és nagyon sokszor lesz az még a diákok életében, hogy valamit projektben fognak létrehozni, projektben fognak dolgozni egymással. Ehhez, mindenhez többféle eszközt lehet használni, és mutatnék néhány konkrét eszközt is, egy néhány példát arra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Az egyik nagyon egyszerű megoldás, amit szoktam mutatni, hogy egy egyszerű táblázatban lehet vezetni a különböző tevékenységeket és az időkorlátokat, vagy az időintervallumokat. Ebben az esetben egy rántotta készítésnek a lépései láthatók itt, ezt én a képzéseken szoktam mutatni a kollégáknak, biztos van, aki már látta. Nyilván itt vitatkozni lehet, hogy nálam mennyi ideig tart egy bizonyos lépés, de ezt most ne akadjunk nagyon meg. Az látszik, hogy a tevékenységeket célszerű minél jobban lebontani azért, hogy az egyértelmű legyen, másrészt pedig azért, hogy jobban ki lehessen adni egy bizonyos csoportnak, vagy egy diáknak azt a bizonyos feladatot, és hogyha jól specifikálunk, akkor az eredmény is várhatóan jó lesz. Hogyha nem nagyon világos a terv, akkor ott könnyen elcsúszhatnak a dolgok. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy a tervezésre sok időt szálljon, vagy sok energiát szálljon. Egy idő múlva a gyerekek, főleg a nagyobb diákok már beszállnak a tervezésbe, és nagyon ügyesen tudják pontosítani, bővíteni a tervet. Tehát ez egy sima táblázat, mint látszik, és mivel színezve van az, hogy melyik lépés mennyi ideig tart, ez egy ilyen nagyon egyszerű, primitív Gantt-diagram tulajdonképpen, ami jelzi, hogy mik az időkeretei a projektnek. A másik példa a Teams-ben megtalálható tervező funkció, vagy más néven planner. A Teams-ben be lehet illeszteni egy olyan funkciót, ami kifejezetten a tervezést szolgálja, és egy pár perc alatt föl lehet állítani egy ilyen keretet. Jelen esetben én egy ilyen három osztatú, ilyen táblázatszerűséget hoztam létre, amiben a baloldali oszlop a feladatról szól, a középső az, hogy milyen feladat van éppen folyamatban, a jobboldali pedig az, hogy mi van kész. Ezek tulajdonképpen ezek kicsi ilyen kártyák tulajdonképpen, amelyeket az ember létrehoz, beírja, hogy mi a feladat, ad határidőt, hozzárendeli a felelősöket. Itt ebben a példában magamat írtam felelősnek néhány feladathoz. Beírtam, hogy mi a határidő, amire el kell készülni, és van, ami már folyamatban van, ez van középen, és van, ami már elkészült, például a versvideó készítésére azt mondtam, hogy ez elkészült. Na most, ha ezt
kibontjuk jobban, egy ilyen kártyára leírást lehet írni, tehát pontosan le lehet írni, hogy mit értünk az adott feladaton, hogy kell ezt megoldani, elvégezni. A munka során a résztvevők, akikhez ez rendelve van, akár többen is kommenteket fűzhetnek hozzá, és belül ellenőrző lista is létrehozható, tehát a lépéseket is, vagy a követelményeket is fel lehet sorolni, valamint csatolt fájlokat is lehet minden kártya belsejébe helyezni. Tehát ez egy kiváló eszköz arra, hogy nyomon kövessük a projektet. Ezt azok tudják kihasználni, akik használják a Teams-t az iskolán belül. Akinek nincs ilyen, az ugye használhatta az előző megoldást, ezt a bizonyos táblázatot, és mutatok még egy másik lehetőséget, ez mindenkinek könnyen elérhető, ez a Trello nevű alkalmazás, ingyen van, magyarul is tud, tableten és mobilon is működik. Itt egy regisztráció után tulajdonképpen ilyen táblákat tudunk létrehozni, és minden projektünkhöz létrehozhatunk egy ilyen oldalt, amit itt lehet látni, és ezeken az oldalakon ilyen nagyobb dobozokat lehet definiálni. Én úgy definiáltam a dobozokat itt, ahogyan a projektben a feladatok tulajdonképpen kategorizálhatók, úgy, mint ahogyan az előbb a példában a Teams-nél volt. A bal oldalon a feladatok vannak, középtájon az, hogy mi az, amin már esetleg valaki dolgozik, és a jobb szélén pedig azok a kártyák találhatók, amelyek már elkészült feladatokról szólnak. Itt is egyszerűen létre lehet hozni, ugyanúgy lehet beletenni mindenféle kommenteket, fájlokat, itt is lehet ellenőrző listát használni, itt a jobb alsó sarokban látszik is, hogy a tűzoltóság története cikkíráshoz egy ilyen ellenőrző listát is példaképpen írtam, és az egyik teljesült is, tehát ott egy ilyen kis indikátor mutatja, hogy mennyire teljesült az adott feladatnál, mennyire teljesültek a feltételek, amiket támasztottunk korábban. A kész dobozban pedig látszik, hogy mindkét határidő lejárt már, ezért ilyen piros színű, és van egy ilyen jel is, egy ilyen pipa, amit a, nem tudom, a projekt vezetője tehet rá, hogyha azt mondja, hogy oké. Okay. Tehát nagyon sok színes lehetőség van ebben, de könnyű elérni, könnyű használni, beletágyazni nagyon sok helyre, könnyen, úgyhogy ez egy egyszerű eszköz. Viszont van egy nagy veszélye ennek is, és minden másnak, csak akkor működik, hogyha tényleg mindenki használja. Sokszor van az, hogy mondjuk sok szereplő használja ezeket, készíti a kártyákat, követi a kártyákat, átteszi, ha kész van, beírja, de mondjuk a projekt vezetője nem nagyon foglalkozik vele, vagy a csapat egy része nem foglalkozik vele, úgy gondolja, hogy jó, biztos megy minden az útján, akkor ez úgy elsikkadhat. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt mindenkinek kell használni, és akkor ez szárnyakat tud adni egy ilyen projektnek. Még nagyon sok eszköz lehet, tehát tényleg nem is törekszem arra, hogy itt a teljességnek akár csak a látszatja legyen. Olyan eszközöket mutatok, amit könnyű elindítani, könnyű elkezdeni, hogy ne azzal menjen el sok idő, hogy egy kiismerhetetlen, nehéz, bonyolult módszerrel kelljen ismerkedni. Az, hogyha egy projektet elkezdünk, akkor általában fontos, hogy fennmaradjon az érdeklődés, de az is fontos, hogy már kezdetén érdeklődést támaszunk a gyerekekben, és ennek a leg
kiválóbb módja az, hogy a projektek rendelkeznek egy úgynevezett alapkérdéssel. Az alapkérdés egy ilyen nagyon nagyívű, egy olyan kérdés, ami tényleg érdeklődést ébreszt, már-már kicsit ilyen patetikus, kicsit ilyen közhelyes, de mindenképpen inspiráló kérdés, amit nem lehet egyszerűen megválaszolni, nem egy eldöntendő kérdésről van szó, hanem a megválaszoláshoz egy egész projektet kell lebonyolítani. Nagyon sokszor jellemző az, hogy az alapkérdésekhez nagyon sokféle projekt tartozhat, nem is csak egy projekt, hanem tényleg sokféle. Hogyha megnézitek itt a példákat a kék dobozokban, akkor könnyen belátható, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mit tehetek én a változásért, hát abban nagyon sok minden belefér, nagyon sok téma lehet itt, klímaváltozás is, meg egészség, meg sok minden, vagy akár csak a miért voltak fontosak a történetek mindig is az emberiség történetében, hát ez is nagyon sokféle témakörhöz kapcsolódhat. Természetesen a témaválasztás egy komoly döntés kérdése. Általában az a jó, hogyha a diákokkal együtt találunk ki témát. Tényleg szabad a témaválasztás. Azt hiszem, hogy talán jó, ha most nem a koronavírust választjuk témának, hanem valami egészen mást. De természetesen ez mindenkinek szabad döntése. Na most, hogyha szeretnénk látni ilyen alapkérdéseket, hogy hogy néz ez ki a valóságban, akkor ajánlom mindenkinek, hogy a digitális témahét.hu oldalon van egy tudásbázis nevű aloldal, ahol több mint 200 bejegyzés van, tehát több mint 200 anyag van ezen az oldalon, vagy ebben az adatbázisban. Úgyhogy ha beixeljük azt, hogy digitális témahét projektcsomag, akkor elő fognak jönni azok a kidolgozott projektek, 12 darab, amelyben például alapkérdés is van, és hozzá kapcsolódó projektkérdések is. Tehát ott a projekttervek részletesen leírják, hogy hogyan megy az adott munka, és azért is ajánlom ezt, mert ezek nem ilyen nézni való projektek, hanem ezek használni való projektek. Word-ben letölthető az egész, át lehet írni, nem kell senkinek olyan projektet indítania, amit még soha a világon senki sem, és senkinek sem kell elsőre a legszuperebb díjnyertes projekttel kezdenie, mert neki az nagyon jó dolog, hogyha nyerünk egy projekttel a pályázaton, de mégiscsak a legfontosabbak a gyerekek. Tehát azt gondolom, hogy egy egész kicsi projekttel is érdemes kezdeni. Az egész kicsi projekt az azt gondolom, hogy jó néhány órán keresztül tartson. Most az órát elég lazán lehet értelmezni, hogy az most hány perc, mert ugye a foglalkozások most érdekesek. Van, aki tartja 45 percet, van, aki másképp oldja meg, van, aki nagyon keményen túlterheli a gyerekeket házi feladattal. Nyilván ebben van otthoni munka is a projektek esetében, meg olyan munka, ami kontakt alkalommal kell, hogy megtörténjen, de jó néhány órát érdemes rászánni. Egy-két óra alatt egy projektet nem lehet végigvinni. Úgy gondolom, hogy most van idő és van lehetőség erre. Ezek a projektek olyan pedagógiai örömöket okozhatnak a kollégáknak, amit most kár lenne kihagyni, és lehet, hogy ezek segítenek megmenteni a tanulói motivációt is. Úgyhogy én nagyon ajánlom ezeket. Tehát itt a digitális témahét.hu-n érdemes körülnézni. Sokszor beszélünk arról, hogy jó lenne a gyerekeknek megtanítani azt, hogy hogyan kell gondolkodni, jó lenne olyan készségeket fejleszteni, amelyek valóban
hasznosak itt a 21. században, olyan készségeket, amelyekre szükségük van a munkavilágában, hosszú távon is fontosak, és nem csak arra jók, hogy egy-egy jó érdemjegyet szerezzenek, ami bekerül a digitális naplóba, és aztán hát ezzel úgy az örömbe is fejeződik. Igazából ezért szoktuk hangsúlyozni, hogy a projektben az a jó, hogy sokkal többféle feladat van, sokkal többféle tevékenység, ezáltal sokkal többféle része mozog a diákoknak, tehát a diákok sokkal többféle készségüket kell, hogy előhozzák, használják és egyben fejleszik. Tehát tulajdonképpen eljött a készségfejlesztés magasabb szintjeinek az ideje, hiszen ha megnézzük ezt a jó öreg Bloom taxonómiából alakított, nem olyan nagyon öreg, módosított Bloom taxonómiát, akkor látjuk, hogy az alsó szinten az ismeret, a megértés és az alkalmazás áll. Hogyha megnézzük, hogy ott miféle instrukciók vannak, akkor ráismerünk arra, hogy tulajdonképpen ezek vannak a dolgozatban. Sorolt fel, határozd meg, azonosíts, foglald össze, vagy nem tudom, számítsd ki, esetleg egy felelésnél mutasd be, alkalmazd. Szóval nagyon sokszor ez jelenik meg a hagyományos iskolai tevékenységekben, és ritkában van lehetőségünk olyasmire, ami följebb van, elemzés, értékelés, alkotás. Most viszont olyan körülmények között dolgozunk a gyerekekkel, amikor ugye nem oldható meg az, hogy mondjuk a válaszokat ne nézzék ki akárhonnan, nem oldható meg az, hogy egymással kommunikáljanak folyamatosan mondjuk egy dolgozat alatt. Tehát egészen másféle feladatokat kell kitalálni a tanároknak most, ami egyébként nagy munka és nagy kihívás, de ahogy mondani szoktuk, azért van egy szuper képességünk, az, hogy pedagógusok vagyunk, úgyhogy meg tudjuk oldani, de tényleg másféle feladatokra van szükség, és most pontosan ez történik, hogy a projekt munka során amúgy is ezek a magasabb rendű gondolkodási készségek kerülnek előtérbe, tehát ez most a helyzet és a projekt jellemzője most, hogy mondjam, egy irányba halad, és ezért eljött a készségfejlesztés, vagyis hát a színesebb készségfejlesztésnek tulajdonképpen az ideje. Úgyhogy a Bloom taxonómia piramisán följebb tudunk lépni. Nagyon fontos, hogy minden egyes projektnek kell, hogy legyen világos eredménye. Nagyon jó tevékenységek lehetnek most is a távtanítás időszakában. Például lehet egy olyan osztályfőnöki órát tartani, hogy az osztályfőnök palacsintát süt, azt közvetíti a virtuális osztályteremben, vagy bármilyen szoftveren keresztül, és tulajdonképpen a gyerekek is sütik otthon a palacsintájukat, mindenki látja, hogy ki hogyan dolgozik, és együtt akár tanácsokat adnak egymásnak, vagy összehasonlítják egymás eredményeit, de tulajdonképpen külön dolgoznak, és a termékek ugyan megvannak, mindenki elfogyasztja őket, nagyon jó kis tevékenység, de mégsem projekt, mert nem együtt hozták létre őket, és hát más jellegű az eredmény, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy attól, hogy valami nem projekt, attól még lehet, hogy egy nagyon klassz tevékenység. Igaz, hogy most táv helyzetben nehezebb jó tevékenységeket kitalálni, de egyre kreatívabbak lesznek itt a
kollégák, úgyhogy egyre több ilyen érdekes példát lehet találni. No, szóval, hogy milyen eredmények lehetnek, hogy milyen termékekre lehet gondolni, természetesen a teljesség igénye nélkül egy néhány példát szeretnék itt csak mutatni, vagy mondani. Létrehozhat a csapat egy kiadványt, egy könyvet, lehet az útikönyv, receptkönyv, vagy valamilyen útmutató, vagy mesegyűjtemény, vagy lehet az egy újság, hírlevél, az újság és a hírlevél is természetesen nem papír alapú ebben az esetben, de amúgy sem azt gondolom. Néhány eszközt is odaírtam, nem kizárólagosan ezek lehetnek, de aki ismeri a Sway-t, ami mindenkinek ott van tulajdonképpen az Office csomagban, azzal lehet ilyen érdekes, színes, multimédiás ilyen kiadványokat készíteni tulajdonképpen. Ha valaki inkább a klasszikusabb, szövegalapú megoldások híve, akkor elkészített könyvszerű anyagok ezzel az Issue nevű alkalmazással vagy weboldalon keresztül föltölthetők, lapozhatóvá és publikálhatóvá tehetők. A véglet pedig alkalmas arra, hogy bármilyen összeállítást, videókat, linkeket, szöveget, képet készítsünk el, és nagyszerűen alkalmas például hírlevél vagy linkgyűjtemény készítésére. Aztán eljött az ideje annak, hogy akár hosszabb távú projekt is lehessen, tehát egy blogot vagy egy honlapot 2 nap alatt nem nagyon könnyű összehozni, bár nem lehetetlen egyáltalán, de hogyha van egy kicsit több időnk, akkor miért ne tegyük meg, erre is van lehetőség. Nagyon sok lehetőség, sok blogmotor és sok alkalmazás van. Én a WordPress-t tettem csak oda ezek közül, és itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a YouTube csatornánkon fönt van Berecki Enikő Orsolya előadása arról, hogy hogyan lehet blogokat készíteni, és hogyan kapnak helyet ezek az oktatásban. És ugrok a következőre a podcasthoz, a podcast pedig egyfajta rádióműsor hanganyag, amelyhez szintén ugyanebben a webináriumban lehet hallani sok segítséget. Létre lehet hozni filmet, videót, ugye elsősorban ott van mindenkinek a mobilja, tehát nem kell komoly eszközökre gondolni feltétlenül, és azt egyszerű eszközökkel meg lehet vágni, lehet készíteni alkalmazást, vagy kis programot, játékot, ugye ott van a Scratch, vagy az App Inventor, amivel lehet ilyeneket készíteni. De a gyerekek online előadásokat is tarthatnak erre, felkészülhetnek a projekt során, akár egy online mini konferencia is szervezhető, mondjuk iskolai szinten. De lehet, hogy tananyagot készítenek másoknak a gyerekek, akár olyanoknak, akik kisebbek, vagy olyanok, akik nem jutnak hozzá bizonyos tananyagokhoz, tehát még ez is egy lehetőség együtt dolgozva. És persze az is lehet, hogy a YouTube-on videók, YouTube csatorna formájában ilyen mini YouTuberek jelennek meg, és ott valamilyen témakörben dolgoznak. Egy dolog fontos, hogy ne felejtsünk el bizonyos kereteket. Az egyik az, hogy mindig tartsuk tiszteletben a szerzőjogokat. Itt elsősorban a Creative Commons-ra gondolok, ami egy lehetőség arra, hogy legálisan használjunk tartalmat, és nagyon figyeljünk oda a gyerekek adatvédelmi jogaira, vagy az adataik védelmére és a személyiségi jogokra. Tehát kerüljük el azokat a helyzeteket, hogy a gyerekeknek magukról videót kelljen készíteni, mert ez egy kicsit más helyzet, mint akkor, amikor a szülőkkel alá van iratva egy olyan papír, hogy lehet készíteni a gyerekekről fényképet a
nem tudom, iskolai kiránduláson is föl lehet tenni az iskola honlapjára. A mostani körülmények között tulajdonképpen minden tanóra a világ nyilvánossága előtt zajlik. Ez jobb, hogyha jobb, ha nem felejtjük el. Még akkor is, ha zárt körben csináljuk, nem garantálható az, hogy ezt nem látja csak az, akinek mi szánjuk. Tehát éppen ezért ez egy fokozott figyelmet kíván mindenkitől ez a kérdéskör. A projekt során fontos, hogy végig gondoljuk át, hogy hol tartunk, hogyan alakul a munka, hogyan dolgoztunk, mi a következő lépés. Erre kiválóan alkalmasok a projekt megbeszélések, és itt ez a táblázat, amit nagyon sokszor szoktunk ajánlani, ez az ismeret, kérdés, tudás táblázat. Ezt azért kell így kimondani, mert ha összerövidítjük, akkor IKT lesz belőle, ami mást jelent. És itt arról van szó, hogy az első oszlopban a projekt elején leírjuk, hogy mi az, amit már tudunk, ismerünk az adott témakörben, és a másodikban az, hogy mi az, ami célunk, mit szeretnénk megtanulni, mire vagyunk kíváncsiak, és a harmadik oszlopban pedig a végén beírjuk, hogy mit tanultunk. Hogyha a gyerekek elég kicsik, akkor beírjuk helyett, akár rajzok is lehetnek, és matricák is lehetnek, most ebben az esetben digitálisan. Erre is sokféle lehetőség van, tehát ez egy sima, egyszerű Word táblázat is lehet akár, amit mindig megosztunk, és mindig átnézzük, és töltögetjük, de lehetnek más lehetőségek is. Én most mutatok egy másikat, ez a Linoit nevű oldal, ahol tulajdonképpen ilyen virtuális post-iteket lehet használni, bár azt kell mondjam, hogy ezekben a napokban nagyon lassú lett, hát érthető, az egész világon így másképpen tanulnak a gyerekek, van, ahol kevésbé terhelten, valahol jobban, de minden esetre ezek az alkalmazások most extra terhelésnek vannak kitéve. No mindegy, én ezt azért létre tudtam hozni, itt is megvan a három oszlop, és be van írva egy néhány dolog a radioaktivitással kapcsolatban, éppen csak példaként, és természetesen az a jó, hogyha ezt így együtt csináljuk a gyerekekkel, tehát ezt a Linoitot csoportként kell létrehozni, és a Linoit csoportba kell meghívni a diákokat, és akkor a Linoit csoportnak van egy ilyen vászna, egy ilyen fala, és akkor abba lehet együtt dolgozni. Ezt azért hangsúlyoztam így, mert hogyha csak így egy publikus vászonra tesszük, akkor az tényleg mindent ki fogja látni a világon, aki mondjuk szeretné. És végül az értékelés. Az értékelés egy rendkívül fontos dolog. Tulajdonképpen ez az, ami végig kell, hogy kísérje a projekteket, de ez az a téma, amivel nagyon furcsán keveset foglalkozunk, bár mindenki tudja, hogy sok dolgozat történik, vagy sok dolgozatot iratnak a kollégák. Mégis azt mondom, hogy kevés figyelmet kap. Ez azért van, mert az értékelésnek többféle formája is van, és ebben a kontextusban, amiben most itt beszélgetünk, a projektek esetében a szummatív értékelésnél sokkal fontosabb a formatív értékelés. Mutatom a példámat, amit itt választottam. Hát itt van ez a kép, itt a bal oldalon, aminél ott szerepel, oda van írva, hogy üdvözlet Szolnokról, ugye? Na, hát erre ugye a szummatív értékelés azt mondja, hogy hát ez ugye egy egyes, ugye? Mert hát ez az Eiffel torony, ami ugye mégiscsak Párizsban van. Viszont, hogyha a reptér közelében valaki azt mondta volna az embernek, aki ezt a képeslapot küldte, hogy biztos, hogy jó irányba mész, te nem mész inkább a négyes út irányába,
akkor ugye még a folyamat vége előtt szóltam, és a vége előtt adtam valami visszajelzést, és még mielőtt hogy a visszafordíthatatlan lett volna a végeredmény, adtam egy kis segítséget, tanácsot, visszajelzést, segítő célú információt számára, tehát nem egy négyest, hanem a négyest ajánlottam figyelmébe, és akkor talán eljut Szolnokra. Szóval a formatív értékelés az, amire nagyon nagy szükség van egy projektben, mégpedig úgy, hogy ez végig, az elejétől végig kíséri a folyamatokat. Úgy is mondhatnám, hogy a formatív értékelés olyan fontos, mint a kenyérben az élesztő, ami most különösen, hogy mondjam, aktualitását nyerte azzal, hogy hát, hogy nincs mondjuk így az élesztő a boltokban. Az értékelő eszközökre is szeretnék még néhány példát mondani. Maga az a folyamatot úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok mindent lehet értékelésnek tekinteni. Az a lényeg, hogy kapjon a diák visszajelzést, de nem biztos, hogy a tanártól, lehet, hogy önmagától, lehet, hogy egy társától fogja kapni azt a visszajelzést, de a tanárnak ezt előre ki kell találnia, és amikor már ez zajlik, akkor tulajdonképpen az ő részvétele sokkal aktív részvétele sokkal kisebb, viszont mennek a folyamatok, anélkül, hogy ő széjjel kelljen szakadjon egyszerre 30 felé, ráadásul nincs is ott a gyerekekkel. Az első maga a táblázat, amit az előbb néztünk, annak a megbeszélése. Ha úgy tesszük, hogy gondoskodunk róla, hogy minden gyerek magának tisztázza, hogy mi az, amit ő tényleg tud, és mi az, amire még szüksége van, akkor már megtettünk egy lépést. A következő az ellenőrző lista, amelyről volt szó, ami tulajdonképpen egy kritériumrendszer, vagy egy feladatlista is lehet, olyasmi, mint egy bevásárló lista, amin pipálni lehet, hogy mi teljesült és mi nem. Ezt a tevékenységek során lehet használni, a feladatok teljesítése során lehet használni. Ezt a példát én az egyetemen hallgatóimnak szoktam használni, amikor kis előadást tartanak, tehát ezt úgy kell nézni, ez csak egy példa erre. A Scribless-szel készült, ami hát néha működik, néha nem. Most éppen elérhető volt, de új, azt hiszem új listát nem lehet most készíteni vele. Az áttekintő táblázat az pedig azt jelenti, hogy az egy olyan értékelő eszköz, ahol több kritérium is szerepel, ott piciben látszik, azok a zöldek a kritériumok, és az oszlopok pedig a szintek, általában négy szint szokott lenni, és mindegyikben, mindegyik oszlopban benne van az, hogy az adott kritériumnak mit jelent az egyes, kettes, a hármas és mondjuk a négyes szintje. Tehát olyan, mintha mondjuk egy ilyen javítási útmutató lenne. Ezt a Google Tanterem alkalmazásban is használják, ott rubrikának hívják, angolul rubrik ez az eszköz, tehát ez egy ilyen elterjedtebb megoldás, kicsit nehezebb létrehozni, mint egy ellenőrző listát, de nagyon erős értékelő eszköz. Aztán itt van a teszt, vagy kvíz, vagy játék, ami alapértelmezésben egy kompetitív helyzet, de lehet ezeket úgy játszani, hogy a fő cél az legyen, hogy visszajelzést kapjanak a gyerekek. Aztán itt is néhány olyan alkalmazást említettem meg, de hát a teljesség igénye nélkül, mert itt tényleg nagyon sok lenne, a Kahoot, a Socrative és a Learning Apps, ha kínál ilyen lehetőségeket. Aztán jön egy kifejezetten személyközpontú megoldás, a 3-2-1 módszer, ami azt jelenti, hogy párosan dolgoznak a gyerekek, és egymásnak mutatják be, hogy mit
mit alkottak, és erre adnak egymásnak visszajelzést. És azért három, meg azért kettő, meg azért egy, mert három kérdést tesznek fel, két megjegyzést és egy javaslatot tesznek. Ugye ez azért jó, mert sokszor nem tudják a gyerekek, hogy hogyan kell egymásnak visszajelezni, mit kell mondani, mit nem, mennyi ideig, milyen keretek között. Ezért ez a 3-2-1 módszer pontosan ennek szab keretet, és egy néhány percet érdemes erre adni. Hát offline körülmények között én 15 percet szoktam adni, és akkor mindkét fél elmondja a másiknak, és 15 perc alatt mindenki kap egy visszajelzést. Tehát egy történik egy társas értékelés, és a tanár a háttérben van, mégis kiválóan működik az egész. Tehát a tanár felügyeli, irányítja, szervezi az eseményeket, az pont ugyanolyan jó lehet, mintha mindig ő van a középpontban. Aztán végül természetesen lehet a játékosítás felé fordulni, ez nagyobb előkészületeket és tervezést kíván, hiszen itt egy pontrendszer, szintrendszer is előjöhet, és itt különböző szintű kitűzőket lehet ajándékozni a gyerekeknek. Hogyha ebbe valaki belefog, akkor bele szokott szeretni általában, tehát ez egy jó dolog. A maga a Hashtag School, ami egy magyar fejlesztésű rendszer, ezt a legjobban tudja, hiszen erre épül az egész koncepció, de a NeoLMS és a ClassDojo is tud ilyen visszajelzést, ilyen játékosító funkciókat nyújtani. És mutatok egy olyan példát, amikor saját készítésű kitűzőt is lehet adni, tehát olyat, amit valaki készített, és ez a tavalyi első helyezett, a digitális témai pályázaton első helyezett pályázat, a Sehol Ország, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium pályázatából van, amely a Herald nevű kitűző. Itt ebben a pályázatban a gyerekek világokat találtak ki, nem létező világokat, és ezeknek a világoknak himnuszt, földrajzot, történelmet és többek között címert is készítettek, és a jó címerek készítői kapták ezt a Herald kitűzőt, ami nagyon tetszetős is, meg nagyon találó is egyben. Ez, ha valaki beírja, hogy Seholország és Berzsenyi, akkor megtalálja, a teljes projekttervet kitűnő projektről van szó. És végül mutatom, hogy a digitális témahét honlapon vannak nagyon jó ötletek, rengeteg inspirációt lehet gyűjteni, valamint érdemes megnézni a digitális témahét csatornáját a YouTube-on, mert ott megtalálhatók az elmúlt évek jó ötletei rengeteg, és idén is tartottunk jó néhányat, tehát ha valakinek egy kicsit kevesebb ideje van, akkor az idei néhány webináriumot nézze meg, amit február-márciusban tartottunk, és ott kiváló ötleteket fog látni, illetve a következő napokban mi a már meglevő projekt, kidolgozott projektekhez fogunk készíteni egy olyan kis ajánlást, ami egy kicsit segít áttenni a digitális munkarend kontextusába az adott projektet. Vannak olyanok, amelyek maradéktalanul átvihetők, hiszen nincs benne olyasmi, ami megkívánja az élő találkozást a gyerekekkel, vagy megkívánná azt, hogy a természetben vagy a városban kelljen mozogni. Viszont van olyan, amelyiknél ez más, ezért meg fognak jelenni az oldalunkon ehhez kis segítségek, ajánlások a számotokra, úgyhogy minden
Mindkét oldalt, a YouTube csatornát és a Digitális Témahit honlapot is ajánlom, és nagyon bátorítanék mindenkit, aki eddig azt gondolta, hogy na jó, erre nekem most már nem lesz itten időm, energiám erre a Digitális Témahétre. Most elmaradt a fenntarthatósági témahét érthető okokból, érdemes akár fenntarthatósági témával is, de belevágni mégis a Digitális Témahétbe, és ráadásul még az is megtörténhet, hogy valakik, sőt, hát ez biztos megtörténik, hogy értékes eszközöket nyernek maguk vagy az iskolájuk számára, ami nem olyan rossz a digitális munkarend idején. Itt egy olyan infografika, amit már korábban is közzétettünk, ami ezt a projekt tervezési utat mutatja meg, ha valaki szeretné használja egészséggel. Egyrészt itt van egy QR kód, másrészt ott egy link, harmadrészt pedig mondom, hogy akik jelentkeztek erre a mai webináriumra, azoknak el fogjuk küldeni ezt a prezentációt, amit itt lehetett követni. És én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és kívánom mindenkinek, hogy legyen sok energiája, és sok pedagógiai öröme is ezekben a nehéz hetekben.